Szerdáig több mint 100 áldozat jelentkezett a rendőrségen Kölnben a szilveszterkor csoportosan elkövetett zaklatások és lopások miatt. A női áldozatok háromnegyede számolt be szexuális zaklatásról, a bántalmazók többségéről pedig a mostani állása szerint a nyomozásnak arab, illetve észak-afrikai származású volt. Dübörög a kritika, hogy a német hatóságok és a közvélemény későn ébredt, későn reagált a történtekre, és a kritikusok szerint, akik ezt állítják, azt mondják, hogy ez azért történt, mert az elkövetők menekültek vagy bevándorlók voltak. Vendégem Balog Lídia, a női érdekességegyenlőségi szakértője, a Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatója. Ön írt egy cikket ezzel kapcsolatban, tehát végig gondolt véleménye van az elmúlt napokban a történtekről. Ön azt írta, hogy a feminizmus mit sem ér, ha nincs tekintettel a szexizmus mellett a társadalmi elnyomás és egyenlőség más formáira is, kiemelten a rasszizmusra, illetve a faji etnikai kisebbségek hátrányaira. Ez azért fontos, mert ugye önről is én tudom, és a fontos a feministáknál, hogy ugye nem vakon, gender vakon látják a világot, hanem azzal az érzékenységgel, hogy a nőknek és a férfiaknak eltérő helyzete van, méghozzá a nők rovására, és a faji etnikai kisebbségeknek, főleg például most Európában az integrációs problémák szintén eltérő helyzetük van, magyarul kiszolgáltatottabb és nehezebb helyzetük van. Ennek a háttérnek, amit most elmondtam, a nézők számára előkészítve a témát, ezzel kapcsolatban szeretném öntől kérdezni, mi a véleménye erről a kritikáról, hogy a német szilveszter esetében ezúttal nem a rasszizmus, hanem éppen a multikulturalizmus hibázott, a kulturális másság, a bevándorlók iránti tolerancia okán hagyták volna sokan elsikkadni, vagy tompítani az élét annak, ami a nőkkel történt. Ehhez, ugye ez a fő szála az elmúlt napokban elhangzott kritikának. Erre mit mond? Ennek az esetnek volt egy előképe, ami most dereng föl az emberben. Ez egy néhány évvel ezelőtti hollandiai eset volt, amikor tömegesen elkövetett, sorozatosan elkövetett egy kisvárosban zajló bűncselekmény sorozat, szexuális támadásokról volt itt is szó, kapcsán a hatóságok később kiderült, hogy pont amiatti zavarukban, hogy hogyan fogják elkerülni a rasszizmus vágyát adott esetben, ha valakinek a fejében összeáll, hogy az elkövetők, ez a bűnbanda tagjai mind pakisztániak voltak ebben az esetben. Nem kapott akkora publicitást, illetve még olyan vádok is elhangzottak, hogy emiatt talán a nyomozás a bűnöldözés terén is kisebb erőfeszítéseket tettek. Tehát, hogy ilyenek most az embernek eszébe jutnak, hogy a rasszizmus stigmájától való félelem kontraproduktív lehet. Ugyanis, hogyha a célunk az, hogy megelőzzünk bűncselekményeket, megelőzzük, hogy például nők áldozattá váljanak valamiféle szisztematikus rendszerben, mert ott is szervezett bűnözésről volt szó, itt is fölmerült, bár még nagyon keveset tudunk, hogy valamiféle szervezettség nyomai mutatkoztak, akkor nem szabad azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy milyen strukturális okok vezethettek ahhoz, hogy mondjuk tömegesen sodródtak a kriminalitásba a fiatalok, akiknek bevándorló háttere van, vagy akik most érkeztek, tehát hogy a rendszernek milyen hibái okozhatták azt, hogy a kriminalitás magasabb bizonyos csoportok esetében, tehát milyen a lehetőségek hiánya, a nem megfelelő integráció politika leginkább. Az a baj, igen, hogy a válaszok annyira összetettek és bonyolultak, hogyha igazságosak és helyes megközelítéssel történnek, ahhoz képest, amilyen gyorsan lehet reagálni erre, iszonyatosan rossz irányokba a spektrum két szélén. Tehát ahogyan például az ön cikkében elkezdte összetetten felmérni azt, hogy mikkel kell foglalkozni, integrációs kérdésekkel például, annál mennyivel gyorsabb, mondok egy kommentet, azt reagálni, őrületes gondolati és ideológiai csapda. Ezt érdemes meghallgatni, mert szerintem nagyon jellemzi a gyors, veszélyes válasz lehetőségét. Még a végén bevezetik a nők számára a kijárási tilalmat, lesz itt még csador. Soha nem gondoltam volna, hogy a német nép ennyire birka, hogy így feladják az identitásukat. Elődeik, ha feltámadnának attól, amit látnának, menten szörnyet halnának, ugye ez már egy rettenetesen veszélyes gondolat. Ez már nem Németország, hanem egy Lipsi gödör, ahol a józanész nem ismerik. Tehát ez a gondolat, ez most terjed az interneten, és örületes veszélye van.
Nagyon érdekes most felfejteni, hogy honnan indultunk, ugyanis szerintem például ez a komment is valahogy már annak a fejleménynek a hatására fogalmazódhatott meg, hogy egy televíziós interjúban Köln polgármesternője tett olyan valószínűleg nem előkészített kijelentéseket, melyek szerint a közelgő karnevál idején a nőknek ilyen és olyan biztonsági előírások szerint kellene majd viselkedniük. Az az érdekes, hogy néhány évvel ezelőtt, emlékszünk, jó egy évvel ezelőtt Magyarországon is volt egy ilyen közéleti vita, még onnan kellett eljutni, hogy mondjuk egy szexuális erőszak esetében az egyéni felelősség szintjére valamiféle társadalmi felelősség szintjére eljussunk, tehát hogy ne az adott nőt hibáztassuk. Ne csak az adott elkövetőnek esetleg a hátterét boncolgassuk, hanem a valamiféle... szisztematikus probléma. Igen, és ez a nők elleni erőszak, mint szisztéma, ez úgy tűnik, hogy most már így besült, illetve most elkezd működni, amikor egy másik probléma is fölmerül, és most mindenki nagyon tudatosan elkezdi ezt az álláspontot hangsúlyozni, hogy nem az áldozat felelőssége, nem a nők felelőssége, most, hogy bejött ez az új elem ebbe a vitába, hogy multikulturalizmus kudarca, migrációpolitika kudarca, stb. Nagyon érdekes, amit mond, hiszen a feminizmusnak mennyi munkája van abban, hogy az áldozathibáztatás például egy nemi erőszak kapcsán, a nem kellett volna miniszoknyában éjszaka egyedül hazamenni típusú gondolkodás, az megszűnjön végre az áldozattal kapcsolatban. Nem állítom, hogy megszűnt sajnos, de hát ha reménykedhetünk abban, hogy csökken. Ehhez képest, ahogyan mondta ön, a kölni polgármester asszony mondta azt, hogy a nőknek kartávol kéne közlekedniük a bevándorlóktól, csoportosan, nem egyedül, különben, és idézem, a tömegben közlekedő különböző kultúrkörökből származó férfiak félreérthetik a nők közelségét, és ez erőszakos cselekedetekhez is vezethet. A német igazságügyminiszter egyébként ezt az állásfoglalást már bírálta. Hogyan kerülhető el az, vagy hogyan viszonyul általában a feminista irodalom és stratégia és az aktivizmus a kulturális különbségekhez, mint érvhez a női jogok terén, a nők helyzetével és elnyomásával kapcsolatban, a hagyományos közösségek belső viszonyaihoz, amelyek amúgy is már, mint közösség kiszolgáltatottak, de azon belül a nők helyzete is az. Gondolok itt akár a hagyományos roma közösségekkel kapcsolatos álláspontokra itthon, a fátyol törvényre, a női nemi szerv csonkításra feketén Londonban, amivel ön is foglalkozott, és a patent is. Hát nagyon egyszerűen összefoglalva, gyakorlatilag mindenféle feminista álláspontnak ez itt a közös nevezője, hogy nem legitimálhatják a kulturális, tehát nem lehet kulturális relativizmus szempontjából vizsgálni egy olyan jelenséget, nem csak a nők elleni kifejezett erőszakot, fizikai erőszakot, hanem a nők elleni elnyomásnak a főleg a súlyosabb, egyértelműen akár jogilag is megfogható formáit. Itt két ilyen elméleti fogalmat lehet megemlíteni, az egyik az interszekcionalitás jelensége, ami metszetekre utal, tehát különböző társadalmi jelenségek közös, vagy metszetére, ugyebár, és itt arra szoktak utalni feministák, amikor ezt a kifejezést használják, ez Nyugat-Európában már jobban elterjedt, Magyarországon kevésbé, hogy vannak olyan emberek, akiknek az élete, az életkörülményei bizonyos tulajdonságaik metszeté által meghatározottak, például egy kisebbségi nőnek, aki egyszer kisebbségi és nő is, és előfordulhat, hogy az ő érdekei elvesznek valahogy így a két cég között a pad alatt, mert mondjuk az antirasszista mozgalomnak az az érdeke, hogy a kisebbségi csoport ne tűnjön erőszakosnak, ne tűnjön elnyomónak a nőkkel szembe. A többségi feministáknak mondjuk lehet az az érdeke, hogy ne marginalizálódjon, ne úgy állítódjon be a nők elleni erőszak, mint ez csak egy kisebbségi probléma, ezek mind legitim érdekek, viszont esetleg a nap végén a kisebbségi nőknek a helyzete marad láthatatlan ettől a jelenségtől. A másik pedig ez a belső megszorítások, ami a kisebbség politikában egy nagyon fontos dolog, hogy erre figyeljünk. Ez pedig az a jelenség, hogy egy kisebbségben élő közösség, főleg, hogyha ellenséges a többségi társadalom körülötte, hajlamos, elnyomó, megszorító intézkedéseket alkalmazó lenni a saját közösségével szemben. Gyerekek iskoláztatása, nők mozgástere, mint egy ilyen védekezési reakció.
akcióként a csoport a közösség széthullása ellen, és itt is általában a nap végén a nők, illetve a gyerekek szokták meginni ennek a levét. És adott esetben mondjuk egy ilyen kisebbségi közösségben, mondjuk ha egy olyan is előfordul, hogy egy migráns kisebbségi közösségben a nők elleni elnyomás bizonyos formái kitartóbban és erősebben élnek, mint az anyaországban. Például a női nemi szerv csonkítással kapcsolatban is előfordul, hogy Európában élő közösségben ezt a közösség összetartó erőnek élik meg, és míg az anyaországban már eltávolodnak, ott még nagyon tartják. De jó, hogy ennek a tragédiának a kapcsán ilyen fontos dolgokról tudunk beszélgetni. Jó lenne, nem menne el rossz irányba ez Európában. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtam. Én köszönöm.